Péntek este 6 órakor a himnusz és a székely himnusz eléneklésével kezdődött a 8. Vas Albert felolvasó maraton világszerte. Ezután a helyi szervezők, a kezdeményezők köszöntő sorait olvasták fel a jelenlévőknek. Drága magyar testvéreim! Hálás vagyok nektek, hogy ezen a szép irodalmi ünnepen ennyien összegyűltetek, ennyi értékes közösség és ennyi tiszta szívű magyar ember összefogott. Köszönöm, hogy ennek az ünnepnek a házigazdája lehetek, köszönöm, hogy elhozzátok ebbe a körbe erdélyi író és költő társaimat, és elhozzátok a magyar irodalom többi nagyjait is, hogy együtt idézzetek meg minket. Idén minden eddiginél több, összesen 65 olvasókör csatlakozott a kezdeményezéshez, a tengeren túlra, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Magyarországról. Most először sátoraljaújhelyiek is részt vettek a szép irodalmi ünnepen. A felolvasó maratonon mindenki szabadon választhatta meg, hogy az erdélyi író, költő mely gondolatait osztja meg a program résztvevőivel. Szeretem Vas Albertnek a novelláit, egy novellából választottam, amit már emigrációban írt, Magyarország címmel, ami az 56-os forradalomnak egy cikkét mutatná be, és ami kintről hogyan csapódott le a kint élő magyarokra, és mit közvetített az ottani rádió, és hogy élték ezt, hát ezt szeretném felolvasni ma az itteni közönségnek. A folyamatos felolvasást minden év februárjában tartják, hiszen e hónap 17-én van Vas Albert halálának az évfordulója. A sátor aljaújhelyiek kezdetként 2 órás programot szerveztek a városi könyvtárban. Megbeszéltem a könyvtárvezetővel, én tulajdonképpen a kezdeményezést vállaltam fel, és azt szeretném, hogyha miután ez a rendezvény maga egy tradicionális rendezvény országszerte, itt új helyben is tradícióvá váljon, és hát minden évben így emlékezünk meg Vas Albertről és a Vas Albert irodalmi munkásságáról. Úgyhogy én bízom abban, hogy jövő évben már nyilván alaposabban, profi módon megszervezve, majd a könyvtár köré gyűlik az az olvasó csapat, aki szívesen hallgatja és szívesen olvassa Vas Albert műveit, és szívesen felolvassa Vas Albert műveit. A sátor aljaújhelyiek idén 2 órás felolvasó programmal csatlakoztak a szép irodalmi ünnephez, de bíznak benne, hogy az első lépéseket követően jövőre már az Zempléni városban is a többi felolvasókörhöz hasonlóan 25 órán keresztül hangozhatnak el Vas Albert művei.